A kormány növelte az idei kiadásokat 4 fő területen. Erről a pénzügyminisztérium államtitkára beszélt, miután tájékoztatta az új büdzséről a Parlament Költségvetési Bizottságának tagjait. A kormány hangsúlyozza, hogy a 2023-as büdzsé a rezsivédelem költségvetése. A rezsi alap növelése mellett ugyanakkor megvédik a családokat, a munkahelyeket és a nyugdíjak értékállóságát is. Nagyon ügyelnünk kell a fogyasztásokra. Tavaly augusztus óta, amikor is megváltoztak a rezsiköltségek, nagyon sokan ellenőrzik, hogy mennyit is kell az áram vagy a gázfogyasztásért fizetniük. Az átlag fogyasztási ugyanis megmarad a hatósági ár, de a fölött már piaci árat kell fizetniük a családoknak. Az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság veszélyt jelent a magyar családokra és a gazdaságra, így a kormány idén is fenntartja a rezsicsökkentést. Ennek érdekében a parlament asztalán lévő 2023-as költségvetésben jelentősen megemelte a rezsivédelmi alapot. Ezért is nevezik az idei büdzsét a rezsivédelem költségvetésének. Tudjuk, hogy a gáz lakossági árát tekintve Magyarországon átlagfogyasztási mértékig a legalacsonyabb a családok által fizetendő gáz ára. A villamos energiánál a második legalacsonyabb ez az ár. Erről a pénzügyminisztérium államtitkára beszélt az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának ülésén. Banai Péter Benő azt mondta, most ugyan csökkennek az energiaárak, de nem tudni, mit hoz a jövő. Ezért is növelték meg az eredetileg 670 milliárd forintosra tervezett rezsivédelmi alapot 2600 milliárd forintra. Ebből a pénzből a családok mellett többek között a vállalkozásokat, az önkormányzatokat és az állami tulajdonú közfeladatokat ellátó vállalatokat is támogatják. A rezsivédelem mellett a költségvetés kiemelt figyelmet fordít a munkahelyek megvédésére, a családok támogatására, a nyugdíjak értékének megőrzésére. Minden terület támogatását megnövelte a kormány az elmúlt évhez képest. De a kedvezőtlen világgazdasági környezet miatt más fontos intézkedést is hozott a kormány. Egyrésztről megnöveli a költségvetés tartalékait, ez több mint a GDP 1/10-es növelésnek felel meg, 170 milliárd forintról 255 milliárd forintra növekszenek a tartalékok, és egyúttal a költségvetési hiánycélt a GDP 3,5%-áról a GDP 3,9%-ára növeli. Ami a többi sarokszámot illeti, az államadóság a mostani 73,5-ről az év végére 69,7%-ra csökken a tervek szerint. A kormány 2023-ra 15%-os inflációval számol, ennek mértékével már megemelték a nyugdíjakat. A GDP pedig 1,5%-kal erősödhet. Vagyis a magyar gazdaság számos nyugat-európai országgal ellentétben idén elkerülheti a recessziót.